Jó reggelt, Vietnám! Na, na, már rég nem jelentkeztem be, és gondoltam, hogy ezt most megteszem, mert van egy nagyon érdekes és tanulságos történetem. Egyébként felvágok addig egy picit, mert így végig gondolom a dolgokat. Itt egy nagyon jó kis medencénk van itt a hotelben, vagy pont ebben a apartmanházban. A történet a következő. Tegnap elmentem egy jó barátommal egy Skybarba, ami egy szuper hely. 26. emeleten van open air része, gyönyörűen lehet látni Saigont, mindent, szóval gyönyörű. És az jött föl bennem, hogy még mielőtt elmentünk volna, hogy akkor elhívnám az egyik lányt, akivel még előtte nem találkoztam Tinderről, mert hogy egy szeretném megismerni, nagyon aranyos lánynak tűnt, kettő meg végülis tök jó, hogy szeretek társaságban elkimozdulni. És megérkezett, elkezdtünk beszélgetni. És elkezdtünk őszinte, hogy merészet játszani. Az én köröm következett, és azt mondtam, hogy akkor legyen a merész. És azt mesélte, hogy képzeljem azt el, hogy ez az egész szórakozó hely az én játszóterem. És bármit tudok, bárkivel tudok beszélni, a lényeg az, hogy szerezek néhány új barátot. És mondta, hogy elsősorban srácokra gondol, de hogyha most lányok, az is teljesen rendben van. Mondom, rendben van. És az elején egy kicsit olyan zavarba voltam, hogy rég nem csináltam ilyet, hogy csak úgy random csinálok, vagy találkozok új emberekkel, olyan értelemben, hogy most barátkozok velük. Nem az ismerkedésről beszélek, hanem inkább a barátkozás részéről. És mondom, jó, ez jó kihívás. És találtam ott két ázsiai srác volt, két ázsiai lánya, és oda mentem hozzájuk, hogy honnét vagytok, vagy ja, where are you from? És mondták, hogy Dél-Koreából vannak, nagyon mosolygósak, kedvesek voltak. Nyilván az én energiám is olyan volt, hogy ilyen abszolút érdeklődő volt, meg ez a kíváncsiság volt benne, tehát nagyon sok pozitív energiát vittem oda. És utána elkezdtünk beszélgetni. Megkínáltak a viszkivel, kocintottunk, tehát jól elszórakoztunk. És láttam a csajnak az arcát, hogy nagyon meg van lepődve, hogy ez ilyen könnyedén ment így elsőre. És akkor is utána csatlakozott hozzánk. Ami mellesleg egy nagyon nagy érték volt ennek a lánynak a szemében. Hogy ezt így meg tudtam így oldani, és hogy neki kellett utánam jönnie, tehát nem az, hogy én miért majd volna vissza, hanem én még tök jól el voltam a srácok, és őt tök egyedül hagytam a barátaimmal, de hogy teljesen jó volt. És nagyon érdekes volt maga a történet, hogy amit én ki akartam hozni a lényege, hogy utólag visszagondolva nem volt semmi a fejemben, amikor oda mentem. Egyszerűen csak meg volt ez a feladat, erre figyeltem, és akkor ezt végrehajtom. De utólag visszagondoltam arra, hogy az egy nagyon jó nézőpont, hogyha úgy tekintünk mindenkire, hogy a barátunk. Tehát a lány is a barátod, akit el szeretnél megismerkedni, az a srác is az. Ez egyik. Tehát hogy az legyen a fejedben, hogyha bármikor ilyen nehezebb helyzetbe kerülsz, hogy mindenki a barátom. És ha így kezded el fölfogni, akkor sokkal könnyebb lesz az életed, mert mindenki lehet a barátod. A második pont pedig az, hogy mennyire jó csak úgy mindenfajta szándék nélkül megismerkedni emberekkel. Tehát nem volt szándékom, hogy felszedjem a kis srácot, vagy legalábbis tudat alatt sem éreztem azt, hogy most nekem ez egy ilyen nagyon fontos dolog lenne. A másik oldalról meg nem is az volt bennem, hogy felvágjak a csaj előtt, hanem ez csak az volt, hogy barátkozunk meg új emberekkel. Csak